DVG ZRT körülbelül 2 évvel ezelőtt újította fel a juharos étterem konyháját. Modern gépekkel, korszerű technológiával felszerelt konyháról van szó, amelyben megrendelésekre készítenek ételeket, illetve az önkormányzati cég vendéglátóegységeit ezt szolgálja ki süteményekkel, szendvicsekkel, heti menüvel. Ezt követően merült fel az igény arra, hogy felújítsák az épület vendégterét is, amely rendezvényeknek is helyet tud biztosítani. Arnold Miklós, a DVG ZRT szolgáltatási ágazat vezetője elmondta, nagy átalakításokat végeztek a vendégtéren. Korábban diszkóként üzemelt a helység, feketére voltak festve a falak, helyenként OSB lapokból volt összerakva a külső falszerkezet, és ablakok hiány fény sem jutott be az épületbe. A munkálatok során teljes gépészeti és épületvillamossági felújítást végeztek, elől és hátul nagyméretű nyilázárokat építettek be. Megújultak a vizes blokkok, sőt átépítésre is kerültek, illetve a felső szinten is ki lett alakítva. Volt ott egy kis terem régen, amíg diszkóként üzemelt. Az a kis terem is át lett alakítva egy komfortos, szép, akár egy kisebb konferenciateremnek is tudnám azt nevezni. Illetve az az ötletünk volt, hogy nem festjük be a falakat különböző színekre, hanem ezeket a jövőben úgynevezett LED bárokkal fogjuk megvilágítani a falat, ezek a héten érkeznek, és így minden lakodalmas mennyasszony meg tudja találni a saját számára tetsző színt, mert olyan színűre tudjuk festeni a falakat, amilyenekre csak szeretnénk. A vendégtér felújításában az önkormányzat is támogatást nyújtott, erről a tavaly júniusi közgyűlésen döntöttek a képviselők. A kivitelezéssel a napokban elkészültek, és már meg is volt az első próbabuli, a Balázs Elemér Group tartotta itt lemezbemutató koncertjét. Mi, mint DVG, azt szeretnénk, hogyha havonta legalább 2-3 alkalommal hétvégente elsősorban jazz koncerteket, másodszorban könnyű zenei koncerteket tudnánk itt megszervezni. Emellett nyitva áll a kapu mindenki előtt, aki esetleg lakodalmat szeretne tartani, arra talán a legalkalmasabb ez a terület, hiszen itt van a konyha közvetlen mellette. Emellett, hogyha olyan évvégi céges rendezvények vannak, nagyobb születésnapi bulik és egyebek, szerintem mindenre meg fogjuk találni a megoldást, hogy itt meg lehessen tartani. Kialakítottak egy nagyméretű ruhatárat is, továbbá tervezés alatt van egy hordozható kisebb színpad elkészítése is, amelyet koncertek alkalmával lehetne használni. Arnold Miklós kiemelte, hogy külön vendégparkolót is építettek, amelyen keresztül elérhető az új raktár részleg is.